Éppen a héten nyertem meg egy pert, képzelj el, amikor a hazug fideszes sajtó Cseri Tamáshoz hasonlóan ugye azt állította, hogy én mit ismertem el. Ők azt mondták, hogy a kampányban azt mondta az egyik fideszes sajtó orgánum, elismerte, hogy elbontaná kerítést. Soha nem mondtam ilyet. Soha. Ellenkezőleg. Ezen a kerítésen naponta 1000 migráns mászik át. Ebből 130-at elkapnak. A többi megy tovább Ausztriába. Soha nem mondtam, hogy bontsák el a kerítést, azt mondtam, hogy utasít, át kell világítani az összes beengedett migránst, a fideszek által betelepített bűnözőket is, és az összes bűnözőt és terroristát ki kell innen telepíteni. A fideszes sajtó tehát hazudott, amikor azt állította, hogy elismertem volna, hogy lebontanám a kerítést, soha ilyen föl sem merült. Bírósági ítélet van róla most már. Arról is bírósági ítélet van, a Fidesz akkor is hazudott, amikor azt mondta, hogy én be akarnék záratni, hogy bármikor olyat mondtam volna. 1 millió forintot ígértem bárkinek, mutassák már be, mikor mondtam ilyet. Hogy én bezáratnék kórházakat. Tudják, hány kórházi osztály zárt be a Fidesz csak idén? Több mint 60-at. Kalucsán most zárták be a szőzetet, Szentesen meg most van szó róla. Folyamatosan zárják be a kórházakat. Én azért küzdöttem, hogy a makói szülészetet nyissák újra. Tegnap mit terjesztettek elő? Az, hogy sürgősségi osztályokat kéne bezárni. Tetszik érteni? A Fidesz. Engem vádolt hazug módon azzal, hogy bármikor is ilyet mondtam volna, hogy sürgősség meg szülészeti ellátást kéne bezárni, a Fidesz meg folyamatosan ezt csinálja. Ki beszél akkor elterelésről? Ki az, aki hazudik? Ki az, aki csúsztat? Csak a Fidesz. 1000 éves történelmünk legkorruptabb kormánya. És nem csak lopnak, hazudnak is. Folyamatosan hazudnak. Képviselő most ugyanebbe a csapdába sétált bele. Soha, majd mondom, pontos idézettel jöjjön, kedves. Jó, én Tóth Avi Árpádnak az előttem elhangzó előadásából idéztem egy szót. Nem én mondtam azt, hogy egy gyűlöletre kell alapítani, soha nem mondtam ilyet. Tessék meghallgatni az élő videó felvételt, ott van, mert önökkel ellentétben nálunk minden nyilvános. A támogatás is. Mint ahogy egyáltalán nem hasonlítottam össze azt, hogy Oxfordban tanult, hogy Soros tanítvány Orbán Viktor. Soros növendék Orbán Viktor. De Kovács Zoltántól kezdve rengeteg fideszes ember, Soros növendék. A Soros Egyetemen tanultak, és a többi. Ennek ellenére szidják Soros. Soros nem csak nyomtatókat vett a Fidesznek, több száz millió forintos, mai értéke számít, sok száz millió forintos támogatást adott a Fidesznek. Soros. Egy Soros ügynök párt van itt Magyarországon, egy Soros tanítvány miniszterelnök volt magyar történelemben, Orbán Viktor. Hopp, vitathatatlan tény. Jó? Azt, hogy külföldről én felsoroltam. Kína, Oroszország, Azerbajdzsán. Itt nem arról van szó. A mi esetünkben az, hogy magyar, külföldön élő magyar állampolgárok támogatását használtuk arra, hogy a Fidesz által betelepített migránsokat, bűnöző migránsokat kizavarjuk az országból. Hogy a Fidesz által még mindig nyilvánosságra nem hozott titkolt kommunista ügynökaktákat végre nyilvánosságra hoztuk. Ahhoz kértünk támogatást, hogy adómentes legyen a minimálbér. Ehhez. Jó? Én az önök esetében nem az oxfordi tanulmányokat, az azeri guruló dollármilliókat, a kínai vasutat, az orosz erőművet, a MET, ha már itt tartunk, mekkora lopás volt a MET? Mekkora lopás volt a kötvény, a letelepedési kötvény? Bűnözőket telepítettek be, és vették el az ő pénzüket, miközben a magyar államot milliárdos kár érte, a fideszes bűnözők pedig 150 milliárdot loptak, 150 milliárddal gazdagodtak. Ha csak azt a pénzt visszavettük volna, már pedig, ha mi győztünk volna, visszavettük volna, akkor nem kéne bezárni postákat, nem kéne bezárni szülészeteket. Az összes fideszes bűnöző, meg a nem csak fideszes bűnöző is, börtönbe kerülne a vagyonát, elvennénk, megnéznénk vagyonosodási vizsgálattal, hogy vajon az a sok lopott vagyon, ami most ott van a tisztelt politikusoknál. Alá tudja támasztani adózott jövedelemmel. Mert ha nem, akkor ugyanúgy, mint Romániában, el kell venni tőle. És akkor nem kell bezárni, nem kell rezsit emelni. Nem kell megszüntetni az egészségügyi ellátást, nem kell megszüntetni a postákat. A tolvajoktól vissza kell venni a lopott pénzt. Ennyi. És azt, hogy ezt Magyarországon, Amerikában élő állampolgárai támogatták anyagilag, ez nagyon dicséretes dolog. És teljesen törvényes is, megjegyzem. Jó? Na, de egyébként ez már megint visszatértünk oda, amit Fejes Péter éppen elmondott, hogy erről a bicikléről kellene leszállni képviselő úrnak. Jó, tehát az, hogy folyamatosan ezeket a témákat hozza ide, napirend előtt órákat vitatkozunk arról, hogy a Fidesz lopott vagy nem lopott. Meg hogy ki a hazaáruló. Én nagyon szívesen elhívtam önt a televízióba, ott is vitatkozhatunk. Nyilvános fórumon van rengeteg művelődési ház, megtölthetjük a művelődési házat. Ha nem lennének gyávák, ugye engem vádolt gyávasággal a múltkor, Orbán Viktor nem mert kiállni vitázni, Lázár János nem mert a kampányba kiállni vitázni. Ki a gyáva? Üljenek, vitatkozzanak ott.
Jöjjön el ide, képviselő úr, országgyűlési képviselőnk meg van hívva folyamatosan. Mi pont azt tartjuk tisztességesnek, hogyha ilyen viták egyébként vannak. Fejes képviselő úr meg azt kérte, hogy lehetőleg ezeket a vitákat ne itt folytassuk le. Ez az ő javaslata. Egyébként megtiltani nem lehet. Tudom, hogy az én elődeim alatt félnapos közgyűlések voltak, éjjelben nyúló közgyűlések voltak. Lázár János itt adta elő a migrációval kapcsolatos nézeteit. Nem tudom azóta, mi szól ahhoz, hogy hány bűnöző migráns telepített be a Fidesz, de akkor nagyon fontosnak tartotta erről itt beszélni órákon keresztül. No, Horváth Zoltán képviselő, parancsolja.